tudom, hogy van más is. És aki eredetileg szeretett volna felszólalni, Gábor, akkor légy szíves. Nagyon szépen köszönöm, hogy felszólalhatok. Takács Gábor vagyok, a Magyar Autonóm Néppártól. És már egy jó ideje nyomon követem a devizahitelesek. Tehát a devizahiteleseknek és a körülöttük kialakult probléma és ennek a helyzetnek a megoldási lehetőségét. A Magyar Autonóm Néppárt szolidaritást vállal minden olyan szervezet, párt, civil vagy egyéni megmozdulás mellett, akik határozottan felvállalják ennek a helyzetnek a tisztázását. A devizahitelesek kártalanítását és ezeknek az ügyeknek a teljes felszámolását, valamint azt, hogy akik ezekben az ügyekben érintettek voltak, és még jelenleg is azok, azok a politikusok, civilek, és ami nagyon fontos, azok a tanácsadók, akik a mélységekben megbújnak, ezek mind-mind felelősek ezért a helyzetért. Hát tisztelt hölgyeim és uraim, én összeírtam néhány mondatba ennek a helyzetnek a kialakulását, és egy pár percben állapodtunk meg, hogy időt kapok, de én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos mindenkinek. Az a véleményem, hogy Magyarországon ebben a már végletekig kifosztott térségben jelenlévő gyenge politikai teljesítmény, ami elhozta ezt számunkra. Ez az idő, amit most itt mindannyian megélünk, ez egy folyamatnak a kezdete. Az előbb itt említette valaki, hogy 25 évet kaptunk arra, hogy Magyarországot helyrehozzuk. Azok a hatalmi erők, akik még mindig itt vannak, ezeknek az a lényegük, azért vannak, hogy ezt a 25 évet fékezzék. Ezt nagyon sok ember nem tudja. És ebből a 25 évből körülbelül már 2 év el is tűnt. Jelenleg csak rajtunk múlik, magyarokon, magyar állampolgárokon, a velünk szimpatizánsokon, hogy mit tudunk előhozni ebből az országból, ha nem tudjuk megtenni azt, ami a kötelességünk. Mint minden magyar kötelessége szerte a világon, akkor Magyarország el fog hanvadni. Mert ez az élete. És ha nem tudjuk megtenni azt, bármilyen eszközzel, demokratikus eszközzel, vagy olyan eszközzel, ami a törvény még ha végletekig is ír, a kezünkben nem veszünk, akkor Magyarországot végleg leírják. Ez nagyon fontos, és ezt mindenkinek terjeszteni kell, mert az idő ketyeg. A bankrendszer minden olyan ügy mögött ott áll, ahol a pénz van. A politikai pártok, a civil rendszerek, a média, a közszolgáltató cégek, a közügyek, ezek mind-mind pénzből táplálkoznak. Ezeknek a pénzügyeknek az átmosása, átvilágítása, letisztítása, ez is a mi feladatunk. Egy óriási szervező munkával ezt meg lehet oldani. Tisztelt hölgyeim és uraim! Mit tehetünk mindezért, hogy ez ne folytatódjon tovább? Ezen célok eléréséért oly módon kell küzdenünk, és úgy kell tennünk, hogy ez külön legyen minden olyan tettől, amit eddig valaha is valaki véghez vitt. Az a lényeg, hogy olyan dolgot kell véghez vinnünk, amit még eddig nem tettek. Hogy ne tudjunk ránk felkészülni az a hatalom, aki minket béklyóz. Hazánk, a nemzetközi pénzpiac szereplői, akik elnyomóként a nehézségeket elénk rakták, arra az elszántságra buzdítanak bennünket, hogy hibát kövessünk el. Olyan szakértőket kell magunk mellé állítani, akik ők is már érintettek, vagy családjaik révén érintettek ebben a helyzetben, mert egyébként nem érzik magukénak a problémát. Ez egy nagyon fontos. A változás mindenkit meg fog érinteni. Most a devizahitelesek, holnap a hitelesek, holnap után a közüzemi számlákat nem tudni fizetők. Ezek mind-mind egy társaságba fognak gyűlni, de nehogy túl késő legyen. Mi itt a civil mozgalommal és én, mint a pártommal többek között ezekért küzdünk. Valamint olyan dolgokért, amit jelenleg itt még nem nagyon tudok, mert nem a témába vágó, de a szociális elmaradottságunk, a pénzügyi rendszerünk, a honvédelmünk, az teljesen a nullán van, a padlón van. Ezen változtatni kell, ráadásul egy időben, miközben az új rendszert felépítjük. Ez is a mi feladatunk. Ehhez keresünk olyan embereket, olyan társaságokat,
akik végig tudják ezt végig tudják velünk ezt csinálni. Akár egyetemen dolgozók, akár adminisztratív, akár közéleti személyiségek, akik le akarnak tenni valamit az asztalra, arra kérem, hogy csatlakozzanak, és vegyék fel velünk a kapcsolatot. Most a velünk az itt természetesen ebben a témában, itt úgy gondolom, hogy ez egy átvitt értelmű szó. Ez egy bizonyos összetartást fog elindítani az országban. Azok erők ellen, akik a hibás törvény adta lehetőségeken, és az erőszakos kilakoltatások után önös érdekkel rendelkező vállalkozókat is alkalmaznak, ezeket is fel kell számolni. Akik nem szabályozzák megfelelően a végrehajtás egyes eljárásait, akik hátráltatják azokat a szervezeteket, képviselnék és tisztességes eljáráshoz való jogot, ezeket mind megvonják, ezeket is fel kell számolni. A szociális megoldás Magyarországon a végét járja. Ha a szociális minisztérium minden olyan ügy után pezsgőt bont, amikor egy kilakoltatás véget ér, akkor az egy elég siralmas Magyarországra nézve, és külföldnek a megítélése szempontjából is, hát elég, hát itt nyomdafestéket nem tűrő véleményem van erről a dologról, hogy ez majd egy másik oldalra tartozik. Tisztelt hölgyeim és uraim! A kilakoltatások és a végrehajtások során nem ellenőrzik, nem képviselik a gyermekek érdekeit. Ott voltam egy kilakoltatáson, személyesen végigéltem. Az utolsó pillanatig, amíg a rendőrség el nem vitt engem is. Ott semmilyen érdekképviselet nincsen. Ott a kőbevésett kötelező végrehajtási eljárás csak azért az ügyér, hogy az az adott terület, ingatlan, üressé váljon. Ez teljesen elképzelhetetlen, főleg ott, ahol több gyermek is ott van. Tisztelt hölgyeim és uraim! A bankrendszer és a körülötte kialakult helyzet Magyarországnak a legkulcsfontosságú része. A magyar bankrendszer legfőképpen egy neoliberális érdekek mentén haladó érdekképviseleti szövetség, ami körbehálózza egész Európát, az Uniót, a most kialakuló eurázsiai rendszert, vagy később Uniót, és az egész világot. A bankárok hibái miatt, amely már 1992-től kezdődően jelentkezett, a felgyülemlett adósságot kíméletlenül és folyamatosan szocializálják. Ezt a társadalom egészével próbálják újból és újból megfizettetni. Ez is akkor látszik, amikor nem hozzák meg a döntést, elnapolják, nem tesznek bizonyos ügyekre pontot. Az időhúzás van, és a grafikonoknak a meglétét az elemzőkörök, hogy mikor éri meg még az államnak, és családokkal, emberekkel és a társadalommal játszanak. Ez tarthatatlan, nekem az a véleményem, hogy ezt fel kell számolni. A központi bank a konszolidációs terveit állandósítja. Erre nagyon kevés a rálátásunk, de ez is nagyon fontos és nagyon kulcs szerepet tölt be a bankhálózatba. Szertesz politikai szálak tartására, és ezáltal általános megoldás kulcsa is, a mostani is, egy felügyelete alatt álló csoport kezébe kerül. Nehogy azt gondoljuk, hogy ezt nem akarják, vagy nem tudják megoldani. Egyszerűen az érdekhálózatok érdekét képviselik, és nem az emberekért. Nem az emberekért. A bankrendszer már rég elavult. Mára már nem tölti be az önálló gazdasági szervezeti funkcióját. Nem készült, vagy nem megfelelően publikált az állam részéről egy átfogó, lakosságot érintő stresszteszt, amely arról szólna, hogy ezt milliós nagyságrendben hogy élik meg az emberek. Kész csoda egyébként, hogy még nem történt olyan visszafordíthatatlan folyamat, tömeggyilkosságok vagy más hasonló események, ami láncreakciót indítana el. Ugyanis ez a helyzet nem csak nekünk rossz, hanem azoknak a bankoknak, a pénzügyi köröknek is. Hiszen ha nekünk nincs pénzünk, akkor nekik sem. Tehát itt egy közös érdekek mentén haladó problémával szembesülnek, de csak ők ezt nem merik publikálni felénk. A bankrendszer hatékony ellenőrzésének a hiánya vezetett oda, hogy ők spekulációra építve manipulálta, és manipulálja egyébként a mostani szerződésekben is, valószínű úgy, hogy számára az megnyilvánuló gazdasági változások ismerete birtokában később az haszont jelentsen számára.
nincsen egy mindent átfogó bankhálózatot körbevevő rendszer. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én nekem az a megítélésem, hogy ezt bankterrornak hívják. És ezt üldözni kell, ez egy üldözendő. Én úgy gondolom, hogy ezt mostantól kezdve szerintem nevezzük így, ugyanis ez terrorizálja azokat a politikusokat, akik ebben nem vesztek részt, azokat a szakértőket, akik ebben nem vesztek részt, és minden olyan állampolgárt, aki ebben károsult. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Én úgy gondolom, hogy dolgozzunk és szerveződjünk ezeknek a céloknak az eléréséért. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a türelmüket.